Amin. Igen, kell. Mert ha a lábunk fáj, hogy szédültük, akkor hogy tehet az alatt. Ott nézem a televíziót, hogy hogy összekednek ezek a... Ó, hát ezek mostanában is. Ó, ezt bontsa meg, tegye. Azt mondja? Azt. Egy-egy bizony, ha jól esik. Az este megsiratott az öreg úr. Hát mi? Hogy ő már meg kell, hogy halljon meg. Nézd meg, hogy én a tavaszt nem érem meg. Hát nem is érem, én nem is. Ó, te ezt nem kell így venni. Ezt 20 éve mondja. Nem kell idegeskedni. 20 éve mondja. Még 20 évet mondja, és aztán akkor rendben van. Meg volt dagadva a lába. Nem azért sírta, nem. Hát van neki. Mindjárt megmondom, hogy az. Van neki. Van, nem mondhatod, miért sírta. A leány a fejét, aztán jól lebaszta. Hát miért? Hát az... ott is kell a vagyon. Kell a vagyon a nagyobbik ura. Nem tudom, mondta-e az édesapja, a nagyobbiknak két fia van. Az egyik, mindegyik egyetemet végzett, de Gardlonban laktak, így házbérletben. És a tavaly, pont az édesapja ott volt, ja, karácsonykor. Igen, igen. Kitalálták, hogy engedjük, hogy építsen a háztetei emeletet. Igen, igen, igen. Hirtelen Erika is, a kisebbik, és én is, hát még megbeszéljük. És közben Erika megérdeklődte egy közjegyzőtől, és a közjegyző felvilágosította, ha ő odaépít, és emelet lesz, az alsó rész, ha meghalok, azért kevesebbet fognak kapni, vagy senki meg se veszi, ha már felül laknak. Hát ez meg kell valami, mint a blokk akkor, ez természetes. És akkor Erika visszamondta, hogy nem építhet. Abból olyan cirkusz lett Jóska, de olyan, hogy idegileg a háztetőn jártam, amit rendeztek, lecsendesedett valahogy. Most az ősszel az István, hogy felmondták a Garzont, november 15-ig ki kell költözni, és ők úgy határozták, hogy oda költöznek hozzá. Mondom, oda senki. Én már meg vagyok öregedve, én megszoktam az én rendemet, a csendet, a mindent. Igen, és felfordul minden. Minden fel, hozzám nem kell köt, jöjjetek akár mikor, szívesen látlak, de ide senki nem költözik. Helyes. Na ezért az anyja úgy felveszett, én most mikor eljöttem, Erikának adtam kulcsot, ők, hogy mondjam el, hónapok telnek, se nem hívnak fel, se nem jönnek ki Szeredából. Én bizony most nem értesítettem, nem mondtam, hogy jövök el. Erikának adtam kulcsot, se hív. Hol vagy? Mondom, Vásárhelyen. Mikor mentél? Pénteken. Mikor jössz? Szombaton. De ők be akartak menni, hogy tudja? Mondom, nincs kulcs. Ez elment. Délután, este fele hívott. Este már lámpagyújtás. Jóska, hogy az mit rendezett? Egész éjjel majdnem nem aludtam. Hogy Erika bemehet, Erikának van kulcsa, és téged pápai hordozvásárhelyre, tudd meg, hogyha hazajössz, én kikötözök. Mondtam, jó, egész nyugodtan fejezzük be a vitát, lezártam a telefont. Nem tudom, ezen mi van vitázni való, neki nálunk is, elsőkének van kulcsa, és nekem nincs kulcsa, de nem is kell. De mondja, még mit kell. Én azt is mondtam, ha szüksége van, akar látni, felhív, vagy te vegyek valamit, oké, akkor nincs megyek, hogyha nem tud bejönni. Tehát nem tudom, itt van, hogy nincs itthon. De mondja, hogy ezen mindenkerül. És megegyeztünk a izébe is, amíg él, azt mondja, hogy
Ez a ház, a medgyes fals, ezek nem adódnak el, hogy legyen neki is egy háttal, egy biztos háttal, hogy ne féljen, hogy... Igen, de Jóska, a tavaly karra, hogy végig, hogy lemondódott az építést, 66 féle házot, blokkot néztek, egyik sem megfelelő. Csak ez az enyém. Van ez úgy is. Azt mondtam, hogy vagy azt akarják, hogy dögöljek meg minél hamarabb, ki akarnak készíteni. Nem kell felvenni. Nem kell felvenni. Nem vagyok az a típus. Hát egész éjjel majdnem semmit nem aludtam. Még az ember még felidegeskedik, még mond egyet-egyet, és utána aztán elmúlik. De én mondtam neked, egyelőre te vagy az úr. Ez persze, így is, úgy is. Tehát ez nem vitatható. De idegesítenek, Jóska. Ez csak az, én hogy készítsenek és készítsenek. Nem is. És hát nem, adó van szó, kacoljon valami, de az embernek meg kell legyen az a nyugodtságos, a biztonsága is, én is azt mondom, mert nem lehet tudni. Az idők változhatnak, nem tudom, ki tudja, mi történik, nem lehet tudni. Úgyhogy nem. Én megmondtam, ha a küsvődöt el tudtam volna adni, ott nincs mit keressenek. Ez úgy, de ez úgy is volt. És egyeztek. De én azt is mondtam egyből.